15 katasztrófa turista autós ellen indított eljárást a rendőrség kézben tartott mobiltelefon miatt. A baleseteknél bámészkodó sofőrök miatt van, hogy kilométeres dugók alakulnak ki az autópályákon. A kézben tartott mobil vezetés közben pedig nem csak tilos, veszélyes is. Kocsiból kihajolva egy kézzel, egy másik autós a kormányt elengedve két kézzel fotózott egy balesetet múlt hét kedden az M7-es autópályán. Ezt a sofőrt pedig az sem zavarta meg a videózásban, hogy közvetlenül mögötte érkezett a szirénázó mentő az esethez. Az ilyenfajta katasztrófa turizmus nem csupán kegyeleti szempontból aggályos, de rendkívül balesetveszélyes is. Az autópálya kezelő felvételein az látszik, hogy a pálya ellentétes oldalán minden korlátozás nélkül haladhatott volna a forgalom, de a bámészkodóknak köszönhetően ez mégis bedugult. Ezt nevezzük mi fantomdugónak, azt az állapotot, amikor valós ok nélkül a gyorsforgalmi úton valami miatt a pályaforgalma lelassul, sőt adott esetben megáll. Ez egyrészt veszélyes azért, mert akik hátul érkeznek, mondjuk egy feltorlódó kocsisorba, hogyha nem tartják a követési távolságot, nem megfelelő sebességet választanak, akkor balesetveszélyes helyzet alakulhat ki. A másik probléma ezzel pedig az, hogy etikai, erkölcsi, kegyeleti okokat is sért. Bár a katasztrófa turizmus önmagában nem szabálysértés vagy bűncselekmény, de a vezetés közben telefont használó sofőröket továbbra is szigorúan bünteti a rendőrség. Az M7-es autópályán kíváncsiskodó autósok három büntetőpont mellett pénzbírságra is számíthatnak. Tudunk azonosítani 15 olyan forgalmi rendszámot, hatósági jelzést, aminek a járművezetőjével szemben szabálysértési eljárást indítottunk, és vizsgáljuk azt, hogy a kézben tartott mobiltelefonnal kapcsolatos szabálysegés az milyen összeggel jár. Hát szerencsések voltak, vagy szerencsétlenek igazából nem tudom megmondani. Augusztus 1-től a bírság összeg ebben az esetben 52 ezer forint, jelen esetben, mivel ez 30-án történt, így 26 ezer forint a fix bírság. Az autók indokolatlan feltorlódása nem egyedi eset. A bámészkodók miatt volt, hogy 7 kilométeres torlódás alakult ki az egyik hazai strádán. You wanna see the deaf people? Deaf people? Pictures? Come. A hasonló eseteket külföldön is szigorúan veszik. Ezen a korábbi felvételen egy német rendőr elrettentésként arra biztatja a félreállított kíváncsiskodó sofőröket, hogy saját szemükkel közelebbről nézzék meg a halálos balesetet szenvedett személy. Look at him, he comes from Hungary. Look at him. Nem, he comes from Hungary.